Ez a Sláger FM. Sziasztok, Sláger FM-esek ismét. Ugye tegnap Somogyi Zolival beszélgettem arról, hogy milyen az ő home office-a, és hát ahogy láthatjátok, itt már én is készülök a holnapi adásra, már bekészítettem a mikrofont, majd megmutatom nektek, hogy hogy készül a holnapi Sláger reggel extra, de most sokkal fontosabb, hogy a hírszerkesztőknek mennyire nehéz ebben a helyzetben a dolguk. Itt van velem Gulyás Ákos. Szia, Áki! Szia, Petra, és köszöntöm a Sláger FM hallgatókat is. Látom az otthoni kis stúdiódat, egész jól néz ki. Te is felkészültél akkor a home office-ra, úgy látom. Hát amennyire fel lehet készülni egy ilyen helyzetre, vagy home office-ra, de igen, az ember igyekszik a legtöbbet kihozni ebből, meg hát ugye lévén, hogy rádiósok vagyunk, azért valamilyen szinten talán azt kérhetjük, hogy mindenki otthon azért valamilyen szinten, valamilyen minőségben tud dolgozni. Hát nem a legjobb, de a kényszer az nagy úr. Nektek hírszerkesztőknek amúgy is nagyon sok a dolgotok, hiszen ugye óráról órára, vagy reggel fél óránként kell folyamatosan friss híreket adnotok. Most ebben a helyzetben mi a tapasztalatod? Mennyivel kell többet dolgoznod? Igazából maga a munka nem több, azt nem mondanám, viszont jobban oda kell figyelni arra, hogy szerkesztőként, ugye, mert nem csak elolvasod, hanem szerkeszted is, hogy mi az, amit el tudsz engedni, és mi az, ami fontosabb, és be tud kerülni mondjuk egy-egy hírblokkba. És itt most nyilván jók ezek a könnyed, színesebb hírek, meg a hogy milyen sportesemények maradnak el, de lehet, hogy az embereket jobban érdekli az mondjuk, hogyha mondjuk lejár egy személyes okmánya, akkor azt mikor, milyen feltételek mellett, mikor lehet meghosszabbítani, úgyhogy szelektálni nehezebb, azt egy kicsit jobban figyelemmel kell most követni, hogy mi az, ami bekerül egy hírblokkba, mi az, ami nem kerül be egy hírblokkba, de ettől függetlenül maga munka nincsen több, jobban oda kell figyelni, és kiválogatni azokat a híreket, amik mondjuk így inkább számot tartanak a közérdeklődésre. Ákos, megmutatod nekünk, hogy milyen az otthonod? Minden lássák a Sláger FM hallgatók is? Köszi! Hát ugye, ami mögöttem látszódik, ez így konkrétan a munkaállomás, egy kicsit közeledjünk. Itt születnek meg ugye egy szöveges formátumban a hírek, aztán átkerülnek ide, miután ebbe a mikrofonba beleolvasgatom őket. Itt megvágom, és aztán innen kerülnek majd adásba, kis kontrollmonitor. Hogyha sajtótájékoztató van, akkor ott van egy tévé, az nyilván olyankor megy élőben, és akkor az operatív törzs sajtótájékoztatói például ott élőben tudjuk nyomon követni, és akkor szintén megy a jegyzetelés. Hát nagyjából a munkaállomás az így néz ki, van energiaital is, kávé. Hát az kell ilyenkor, igen. És igazából maga a munkaállomás az ennyi, amúgy pedig az egész egy szobában van kialakítva, úgyhogy az meg olyan, mint egy bármelyik másik szoba, mondjuk. Aha, igen. Azt látom, van ágyikód, igen. Van. És van egy segédszerkesztő. Ki a segédszerkesztő? Ő, hogyha úgy van, akkor mindenben segít nekem, és itt kitart mellettem a karantén. Picit tedd hozzá közeled, kérlek, a telefont, hogy lássuk őt, hogy hívják. Őt úgy hívják, hogy Pihe. Aha, mutasd. Most éppen Pihe a siestáját tölti. Itt van ez a kis csöpség. Édesem, de gyönyörű. Egyen meg a kis szívét. Hát akkor Pihe segíts apunak, jó, hogy tudjon dolgozni. Köszönöm szépen, Ákos, hogy megmutattad, hogy hogyan dolgozol, és akkor jó munkát kívánok neked délutánra. Szia-szia! Én köszönöm, hello. Ez a Sláger FM.